Ilyen viharkár utáni mentesítési feladatokat kellett végezniük a tűzoltóknak tavaly augusztus 1 követően a megyeszékhelyen. Tornádó erejű szél és villámlás okozott károkat. Csak nem 800 lakossági bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez fehér gyarmat, Nyírbátor és Nyíregyháza térségéből. Tűzesetekből is volt bőven, nagyjából 3000 esetben kellett lángokat megfékezni. Varga Béla a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója 35 perc című műsorunkban azt mondta, a legtöbbször még mindig amiatt kell kivonulnia a tűzoltóknak, mert az emberek nincsenek tisztában a tűzgyújtás szabályaival. A magánszemélyeknél azért még vannak hiányosságok. A magánszemélyek sajnos még most nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy tűzgyújtási tilalom, mit jelent az, hogy nem szabad az otthoni hulladékot, nyesedéket elégetni a kertbe hanem csak akkor szabad égetni a kertekben, hogyha önkormányzati rendelet erről intézkedik, és csak abban az időszakban, amikor az önkormányzati rendben ez meg van határozva. Varga Béla elmondta, az elmúlt két év pandémiás időszaka kevesebb szakhatósági feladatot rót az igazgatóságra, a járvány azonban elérte az állományt is. A nagyjából 500 fős létszám csak nem fele kapta el a vírust. Emiatt szükségesek voltak átszervezések, de a legfőbb feladatokat így is el tudták látni. Az igazgató ugyanakkor kiemelte, ellentétben néhány más megyével szabolcs szatmár bereg megyében nincs létszám hiány a tűzoltóságoknál. Személyi állomány az kiváló, szerencsére. Utánpótlás Utlán, gondjaink még nincsenek, minket a fluktuáció olyan nagy mértékben még nem érintett. Olyan 20 fő mozgás van körülbelül évente az igazgatóság állományába, de ezt szerencsére, vagy nem is tudom, hogy inkább szerencsétlenség egy picit az adottságainkból adódóan, mert nyilván nálunk egy picit nehezebbek a munkavállalási lehetőségek, mint Budapesten, ezért viszont a tűzoltói hivatás még mindig igen népszerű a fiatalok körében, és így a hiányokat tudjuk pótolni velük. A tűzoltó ezredes hozzátette, technikailag is biztos a háttér a katasztrófa védelemnél. Tavaly óta valamennyi tűzoltóság új fecskendőkkel dolgozik, és a gépjármű állományt is sikerült fiatalítani.